mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreink, hallgassátok meg Isten hozzánk szóló szavát, amint az írva található Lukács evangéliumában a 23. rész 54. versétől kezdődően a 24. rész 12. versével lezárulva. A gyülekezet az igét helyét elfoglalva.
Írva található Lukács evangéliumának 8. fejezetében, a 8. fejezet első 3 versében, egyébként. Ezután városról városa és faluról falura járt, tudnélik Jézus, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg. Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből 7 ördög ment ki. Johanna, Húzának, Herodes egyik főemberének felesége, és Zsuzsanna, de sok más asszony is, akik vagyonukból támogatták őket. Eddig Isten írott igéje, a gyülekezet foglalja. Követők mentek vele és követték, úgy mi is megtehetjük ezt.
Látszólag ilyenkor nem történik sok minden. Mégis nagy dolog történik. Minden a helyén van. Menjünk tehát Jézussal, keressük Isten országát, ahol ő hirdeti, hogy örök életre való útra való találjunk a vele való közösségben. Amikor Jézust követjük, vele vagyunk egy közösségben, akkor tanulhatunk is tőle. Lukács evangélista nem véletlenül, hanem nagyon is pontosan és szándékosan jegyezte fel, hogy kik képezték Jézus Krisztus kíséretét. Ő az az evangélista, aki több alkalommal is szándékosan egymás mellé szerkeszt férfi és női főszereplőket, felvonultató történeteket. És ezt nem azért teszi csak, mert érdeklődik a szövegszerkesztés iránt, vagy jó írói adottságai vannak, hanem Lukács ezzel valami olyan dolgokat bizonyságot tenni, ami mai igény másik központi tartalma. Jézus Krisztus felülvaladja a szokványos kategorizálásokat. Abban a korban és kultúrában, amelyben ő élt, a nők néhány kivételtől eltekintve rendkívül halálrendelt szerepet kaptak csak. Egy rabbi számára, egy tanító számára lehetetlenség volt asszony társaságában megjelenni. Jézus túlteszi magát környezetének hagyományait, amelyek az asszonyok alacsonyabb rendőrségét tükrözték. Elfogadja ezeknek az asszonyoknak a szolgálatát, és engedi, hogy kövessék őt. Az ő szemében Isten országának hirdetését tekintve nincsen férfi és nő, hanem az ember van, akihez küldetett. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszett. Egyaránt küldetett férfiakhoz és nőkhöz, nyomorúságos helyzetben élőkhöz és előkelő, jól szituált hallgatóságához is. Pál apostol később így fogalmaz, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba kereszteltettetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert itt mindnyájan egyet vagytok Krisztus Jézusban. Jézus Krisztustól a vele való közösségben így tanulhatunk alázatot. Manapság megnézve a demográfiai mutatókat és általában véve gyülekezeteink összetételét, nem gondolom, hogy a nőket neveznék meg, mint olyan csoportot, akiket kifejezetten alacsonyabb rendűnek találunk, vagy akikre azt mondanánk, hogy nincsenjük egy tanító közelében, akár Jézus közelében. De van-e olyan társadalmi csoport, olyan réteg, olyan társaság, akikre azt mondanánk, inkább nincs közöttünk a helyük, inkább ne jöjjenek velünk, találjanak inkább más utat. Ha van ilyen, akkor az nem Krisztusról szól, hanem rólunk, a mi ítéletünkről, a mi gondolkodásunkról. Isten országának építéséből senki sem tudja. Menjünk Jézussal, keressük Isten országát, ahol ő hirdeti, legyünk vele egy közösségben, és tanuljunk tőle alázatot és befogadást. Mert ő mindenkihez küldetett, és mindenkit hív, kivétel nélkül. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. A Jézus kísérők tehát mennek vele egy közösségben, hallgatják és tanulják az Isten országáról szóló beszédet, és azt olvastuk, hogy támogatták őt, szebb szóval kifejezve szolgáltak neki. Szeretett testvéreim, nem véletlen hangsúlyoztuk, hogy Lukács evangélista feljegyezte, kik voltak ebben a társaságban, ebben a csoportban. Egyfelől tanít minket ezáltal Jézus Krisztus mindenkit befogadó szeretetéről, másfelől jó oka volt arra, hogy név szerint is feljegyezze némelyeket. Magdalai Mária, olvassuk, nyomorult helyzetből menekült meg Jézus isteni ereje segítségével. Követni kezdi az Urat. A továbbiakban olvasunk róla, hogy asszonytársaival elkísérte Jézust Jeruzsálembe is. Ott állt Jézus keresztre feszítésekor a kereszt alatt. Segédkezett Jézus temetésekor. És ahogy felolvastam a húsvéti történetből, illatszereket készítenek a többi asszonynal együtt Jézus holttestére.
Húsvét hajnalban első között fedezte fel Magdalai Mária az üres sír, és neki jelent meg először a feltámadott úr. Említettük, hogy Jézus egyaránt küldetett gazdagabb és szegényebb, jobb és rosszabb helyzetben élő emberekhez egyaránt. A következő asszony, akit említett Lukács evangélista leírása, Johanna. Azt olvassuk, hogy ő Herodes király egyik tisztviselőjének, főemberének, Húzának a felesége. Nyilvánvalóan úgy tűnik a leírásban, hogy ő is gyógyulása miatt érzett hálából csatlakozott Jézushoz, és támogatta többekkel együtt Jézust és tanítványait. Ahogy felolvastam, Lukács evangélista név szerint feljegyzi, hogy Johanna is egyike volt azoknak az asszonyoknak, akik húsvét hajnalán Jézus sírjához indultak, hogy az elmaradt barzsolózást elvégezzék. Így ő is egyike lett Jézus feltámadása első tanulója. A Zsuzsanna nevű asszony az egyetlen a felsorolásból, akiről semmi többet nem tudunk meg. De kell-e vajon ennél többet tudunk, teszem fel a kérdést. Egy asszony, akinek a neve örökre fel van jegyezve, és akinek fennmaradt tulajdonsága az, hogy szolgálta az Urat. Szeretett testvéreim, nem mindig az végzi el a legnagyobb munkát, aki előtérben van. Hány vezető beosztású ember kerülne nehéz helyzetbe, ha kiállnának mögülük azok, akik a háttér feladatokat végzik, és akik a kezük alá dolgoznak. Krisztus ügyében, Isten országának szolgálatában nincs olyan ember, aki ne tudna szolgálni. Nincs olyan lelki ajándék, ami ne lenne hasznos. Hát az Isten erre adja nekünk lelki ajándékot. Mindegyikünk a maga tehetsége szerint, de Krisztust követve részt vállalhat Isten országának építésében. Mi csak hirdessük és éljük az evangéliumot. Az Úr pedig ad odaszánt önzetlen szolgatásokat, és akarata szerint eredményt. Kedves testvéreim, pápai gyülekezet, vajon rólunk mit jegyeznének fel a híradások? Jézus közöttünk is hirdeti Isten országának evangéliumát. Vele vannak a gyülekezet tagjai, férfiak és nők. Keresők, akik szomjaznak Isten szavára, és hívást éreztek az Isten tiszteletre. Vele vannak régi református családok leszármazottai, akik gyermekkoruk óta igével és imádsággal teszik teljes életüket. Vele vannak lelkipásztorok és presbiterek és gyülekezeti tagok. Vele vannak a hétközi bibliakörök tagjai, és azok, akik hetente gyülekezeti közösségben szentelik meg a vasárnapot. Vele vannak a nőszövetség és a férfi kör tagjai. Vele vannak a gyászolók és az örvendezők. Vele vannak a hittanosok és az ifisek. Vele vannak a korban gazdagok körébe járók. Vele vannak a betegek és akik hálával gondolnak a gyógyulásukra. Folytathatnánk a sort. Ez csak egy kis gondolkodás, eszmefuttatás volt. A lényeges az az, hogy egyetlen pillanatban fel legyen jegyezve a nevünk. És Jézus Krisztus akkor pontosan tudni fogja, hogy ki tartozik hozzá. Ez a pillanat az ő visszajövetelekor jön el. Én kérem és kívánom, hogy akkor ezt a szót halljuk mindannyian. Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdetekor. Menjünk Jézussal, keressünk Isten országát, ahol ő hirdeti, legyünk vele egy közösségben. Tanuljunk tőle alázatot és szelítséget. És szolgáljuk az Úrnak örömmel, kiki Istentől kapott adottságai, képességei szerint. Így építve és hirdetve Isten országát. Amen. Válaszul a adott ígére, énekeljük a 299-es számú éneket, ami a végig énekesmű 459-es számú dicséretet. A dicséretnek a negyedik versét énekeljük el, amely így kezdődik. Szeretnék lenni, mint ő, alázatos. Thank you.
Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön.
hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozás lehetőségét, Isten tiszteletünk hála áldozata részére. Adakozunk Isten dicsőségére, hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az ige tanítását. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jó, hogy adakozásod rejtve maradjon, és majd a te atyád, aki látja a rejtett dolgokat, megjutalmaz téged. Az adakozás hirdetéséhez hozzáteszem, hogy egyházunkban ez a vasárnap, a Biblia vasárnap, a mai felsejtpénzünk teljes egészét a Biblia kiadására